A 80-as évek derekán az ember nem mehetett úgy piacra, hogy ne süvöltött volna a fülébe a csipkés kombinét. Persze árulni már csak pult alól merték sokan, hiszen a kazettákat úgy csempészték be az országba. A mulatos műfaj megteremtői ugyanis a délvidéken élnek, ezért is szenzáció, hogy egy évtized után ismét Magyarországra készülnek. Három millió eladott lemez, több ezer fellépés és 34 év. A 3 plusz 2 nevű együttes minden idők legsikeresebb mulatós bandája és a lakadalmas rock megteremtője. Ki ne emlékezne erre a bizonyos kombinés dalra, amely nem kis sikert hozott a Bugyi testvéreknek? Ezekből mondjam, hogy világslágerek lettek, ugyebár hát magyar nyelven. Bár több nyelvre is már lefordították, azt hiszem szerbre, albánra. Kicsi falon, ott születtem én. Nincs egy gyertya, nincs ott lámpafény. Temerinben járunk, a 30 ezres kisváros a magyar-szerb határtól 70 kilométerre van. Itt, ebben a városban lett sikeres a 3 plusz 2 nevű együttes. 23 évvel ezelőtt adták ki első lemezüket. Most már fiatalokkal is kibővült az együttes. Mi pedig elkísérjük a pályafutások legemlékezetesebb helyeire. Itt sorba álltak az emberek a lemezeké. Úgyhogy itt az a helyszín, ahol megjelent az első lemez. Meséli Bugyi Zoltán, az együttes egyik alapítója. A három Bugyi testvér és két barátjuk alapította az együttest. Így lettek ők 3 plusz 2. Most pedig már Bugyi Zoltán fia Dani is itt zenél. 87-ben volt egy 3 plusz 2-es koncert, és én pont a koncertkáros közepén születtem. És úgyhogy meg amúgy is otthon, én ezen nőttem fel, ezen a zenén. Így teljesen természetes volt számára, hogy édesapja nyomdokaiba lép. A 80-as években az egykori Jugoszlávia területén élők szabályszerűen őrjöngtek a mulató zenére. Először csak lakadalmakban és bálokban léptek fel, aztán egyszer csak valami megváltozott. Ebbe a helyi színházba jártak próbálni, és meghallottak egy dalt, amit a temeréni fiatal színészek dúdoltak. Szerzője ismeretlen volt. Amolyan népdalszerűen terjedt ez. Én akkor egy magnóba felmentem a színházba, felvettem őket, és akkor így, amit ők ahogy eldanolták, vagy ahogy tudták a szöveget, és akkor így, mert máshol nem tudtuk mi megszerezni, hogy író kottába vagy a szöveget, hanem így a magnóra, így eldanolták a színészet. Hát így született a legendás nóta, a csipkés kombiné, amiről hol máshol is beszélgethetnénk a Bugyi testvérekkel, mint a Bugyik között. Ez neked való, ez neked való. A lakadalmas rock királyai éppen a márkás kínai fehérnemű között keresik a kombinét. Pár nótáikat sok nyelvre lefordították, most pedig éppen egy egészen különleges dolgot szeretnének megtudni. Hogy mondják kínaiul, hogy kombiné? Vagy zsenszki kombinézen. Nem tudom, mi az. Dehogy nem, az, amit ott hoz. Ja, az. Csince. Csince? Csince. Csince. Csince, csince. Ez pedig már az az étterem, ahol évekig zenéltek. Most régi fotókat és lemezeket nézegetnek. Első lemezük a Halvány őszi rózsa volt. Ebből csak a volt Jugoszlávia területén 1,5 millió példányt adtak el. De Magyarországon is kapus volt a zenéjük. Milliók fogytak. Hát aztán jöttek a feketén rengeteget nyomtatták, aztán ott Magyarországon is, mikor megjelent. A 3 plusz 2 tagjai egytől egyik komoly zenészek. Van, aki tanít, és van, aki színházban muzsikál. Mégis azt mondják, egyáltalán nem szégyelik a lakadalmas zenét. Én nekem mondjuk rá biztos, hogy egy presztízs ebben a zenekarban játszani, úgyhogy de hát ez mellett játszottunk, és egy játszok más műfajt is, most már kevésbé, de tehát ez megmarad. Lakadalmasok atyai azt mondják, a mai napig fogalmuk sincs arról, hogy mitől lettek ilyen rettenetesen népszerűek. Most már persze nem csak a régi nótákat nyomják, hanem egy picit a piaci viszonyokhoz is idomulnak. Újabban a jól ismert surdával nyomulnak. És a végére jöjjön egy kis meglepetés. Hallgassák csak! Na ugye, nekik még ez is megy.
Nézzük mai kérdést.